meg! Egy egészséges korizás után meg is kezdjük a mai napot. Tartsatok velünk! Megindulunk és csinálunk egy-két szép felvételt a Balaton déli partján. Tartsatok velünk, üljünk be a kocsiba, mert rohadt hideg van. Azért majdnem itt maradtatok. Sokkal elviselhetőbb idő van itt bent, felveszik András és irány a Balaton. Megérkeztünk Balatonberénybe, az van, amire számítottunk, szépen be van fagyva minden, és van kb. 3 millió ember. Megpróbáljuk így megcsinálni a felvételeket, aztán ennyi. Jó, ez videó. Jó van, nem baj. Streamer úr, megjött a trónjára, srácok. Jégkirály. Nagyon brutális. Jó hideg is van. Egy-két videót már felvettünk a filmhez, a téli jelenetekhez, illetve a Balatonhoz. Most pedig próbálom nektek megcsinálni ezt a vlogot, amit kértetek. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, mert most csinálok ilyet életemben először, szóval elégedjetek meg azzal, amit ki tudok hozni belőle. A környezet az rohadt szép, úgyhogy érdemes mindenkinek lejönni ide. Elindulunk felfedezni a déli sarkot. Olyan repedések voltak ott benne. Várj, látszok? Megindultam arra befele, olyan repedés volt alattam, azok dobbantottam egyet, megindult tovább, úgyhogy inkább visszavonulót küldtem, mert azon vezetni, képzeld, eltűnnék, a streamer úr elveszne. Még a fák is megvannak fagyva, nem tudom, hogy mennyire látjátok, meg mennyire hallotok, mert a szél is fúj. Jól szétfagyunk. Nagyon jól néz ki az egész. Megvannak a király felvételek mind a filmben, mind a vlogban. Egy-kettőt majd így is mutatok nektek, de a többi az majd csak májusban. Átjöttünk Balatonmária fürdőre, itt is csinálunk egy-két képet és felvételt,
aztán irány a Kis Balaton. És hát visszajövünk ide horgászni. De azt már mondtam, hogy indulunk a Kis Balatonra, na mindegy. Ez a Balaton Mária fürdői rész is nagyon jól néz ki. Szinte ugyanúgy néz ki, mint a Balaton, bár egy mitől is különbözne, be van fagyva minden. Olyan szép megfagyott nádat még nem igazán találtunk, de rajta vagyunk az ügyen. Úton vagyunk a Kis Balaton irányába. Elég lassan megy a forgalom sajnos. Mindenki jött nézni a heges Balatont, úgyhogy majd szépen lassan napnyugtára odaérünk, legalább lesz naplement és timelapse a videóba és a filmbe is. A Kányavári szigethez, kisebb-nagyobb kitérővel, az előbb valami természetvédelmi táblához keveredtünk, ahol nem lehetett volna bemenni, nem is mentünk be. Itt pedig a Kis Balaton, nagyon jól néz ki, ha jól tudom, akkor ott az alafolyó jön be talán. De várj, ez nem is biztos, hogy a Kis Balaton. Ez úgy csak a izé itt. Tök mindegy. Nagyon szép környezet van mögöttünk. Az egyik része be van fagyva, a másik meg folyik. Ez szar volt, nem baj. A Kis Balaton is megérne egy horgászfilmet, barátom, mi a véleményed róla? Hát nagyon szép, ha igen. Öreg horgászosba lejönnénk, aztán megvallatnánk. Még ez is elképzelhető. Pár süllőt kifognánk. Pár kősüllőt. Ott még megjöttek. Hogy ez ilyen kacskod? Húzzá. Hova? Üdőmet kikapom, bász. Nem tudom benni magam. Na menni mindig. Várjátok a csúcsra. Megesett, hogy innen is lesz egy pecás videó, hiszen nagyon szép vadvíz jellege van ennek a tájnak. És nagyon szép halak élnek benne, láttam már róla képeket. Érzékeny búcsút veszünk a Kányavári szigettől, gyönyörű hely, ajánlom nektek, hogy gyertek el ti is ide. Remélem, hogy majd a jövőben tudok itt beszázni is. Most pedig lassan indulás haza, most visszamenjünk a kocsihoz, még a folyóról pár szép felvételt csinálok nektek, aztán ennyi lett volna a mai trip videó. És 270 km vezetés után végre megérkeztünk drága otthonunkba. Hát emberek, ez a mai nagyon komoly vlog videó ennyi lett volna. Jó, tea mellett felmelegszünk, és várjuk a horgászatont, hiszen
És várjuk a horgászatot, hiszen most talán nagyon hideg van, nem lehet vízsportra menni, láttátok a Balaton, illetve a Kis-Balaton is be volt fagyva. Visszajelzésetekre mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy lenne igény ilyen vlog jellegű kirándulós videókra, és hogy hogyan tetszett nektek ez az egész. Köszönöm, hogy velem tartottok ebben is, sziasztok!